A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő területén belül kérdeztünk néhány vendéget, hogy mivel töltik a vénasszonyok nyarát, vagy más néven az indián nyarat. Mint egy fiatal szerelme, meg egy idősebb szerelme. Az egyik tapasztaltabb, melegebb, lágyabb, a másik még hevesebb. Én azt gondolom, hogy ilyen az indián nyár is, mint az idősebbek szerelme. Többek a gyógyvízre, valamint a kertészkedésre esküsznek a kellemes időben. Csodálatos idő van, jó levegő, jó a víz, gyönyörűen süt a nap, kellenél jobb. Volt, aki pihenéssel, kikapcsolódással, olvasással tölti a késő őszi szép időt, és olyan is akadt, aki a nyári erős napsugárzás helyett inkább a mostani gyengébbet részesíti előnyben. Nyáron nem jó, nagyon meleg van. Úgyhogy ilyenkor sokkal jobban lehet élvezni a strandot, mondhatom úgy. Mert az idő az egy kicsit hűvös, de meleg, a víz az nagyon jó meleg. Úgyhogy ebbe sokkal jobban érezzük mi magunkat. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy az ősz vége ide vagy oda, indián nyára vagy vénasszonyok nyara, talán ez a hónap az év egyik legkellemesebb időszaka.